Kedves egyetemi polgárok! Nagyjából egy hónappal ezelőtt indult el egy olyan fajta változás az életünkben, ami a mindennapjainknak minden aspektusát átalakította. Egy hónappal ezelőtt jött létre a Pécsi Tudományegyetemen is az az operatív stáb, amely ebben a megváltozott helyzetben próbálja koordinálni, segíteni az új élethez való alkalmazkodást. Ennek a fő területei, mint az tapasztalható volt elsősorban a képzés-oktatás vonatkozásában, jelennek meg, másrésztről az akadémiai életet próbáljuk úgy szervezni, hogy abban a lehető legkevesebb zökkenő legyen. Harmadrészt pedig igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a munkavállalóink otthoni munkavégzését elősegíthessük. Egy nagyon nagy komoly és kihívás volt az elmúlt időszakban a klinikai központ működésének az átszervezése, hiszen a normális betegellátási rendből át kellett térni egy kicsit háborúsabbnak imponáló környezetbe, vagyis magyarán felkészülni arra a járványra, amit a környezetünkben szemmel látható módon több országban tombol. Arról tudok beszámolni, hogy az elmúlt egy hónapban ez a csapat, ez az operatív stáb nagyon sok olyan fajta döntést hozott meg, olyan rendelkezést tett, ami ezt az életet, ezt a megváltozott életet jól tudta szolgálni. Talán ennek ékes bizonyítéka az is, hogy itt vidéken, különösen akár a Pécsi Egyetemen és környezetében komolyabb megbetegedés hullámmal nem kellett eddig szembenézzünk. Abban csak bízni tudunk, hogy ez az elkövetkezendő időszakban is így van, ugyanakkor mégis fontos az, hogy felkészüljünk az elkövetkezendő időszakra. Felelősen arra kérnék mindenkit a stáb nevében is, hogy az eddigi higgadtságunkat őrizzük meg. Figyeljünk egymásra, figyeljünk a családokra, és természetesen a lehető leginkább próbáljuk meg betartani azokat a szabályokat, amelyekről számos módon, számos alkalommal, munkatársainkon keresztül, különböző orgánumokban számot adtunk már. Nagyon fontos az, hogy az elkövetkezendő időszakban is maradjunk otthon. Úgy gondolom, hogy ezek a most megtett intézkedések, akár országosan, akár az egyetemi szinten is meghozzák majd azt a fajta eredményt, amikor sokkal felszabadultabban élvezhetjük a mindennapokat, és én azt gondolom, hogy ennek is lesznek majd természetesen tanulságai, hiszen az itt eltöltött időszakban újfajta löketet kapott az, hogy mit jelent az, hogy távoktatás, mit jelent az, hogy a virtuális térben való találkozás sok ismerősünkkel, vagy akár szerettünkkel, családtagunkkal, és ez az élet már egészen biztosan egy kicsit más lesz az elkövetkezendő időszakban. Az egyetem operatív stábja mellett meg kell, hogy említsem mindenféleképpen azokat a kollégákat, akik nap-nap után tesznek azért, hogy ez az élet mégiscsak egy elviselhető élet legyen. Szeretném ehelyütt is megköszönni valamennyi munkatársnak ezt a fajta fáradozását. Egyfelől és legelsőképpen hadd emeljem ki itt a klinikai központ dolgozóit és munkatársait. Továbbá hálával tartozunk természetesen minden olyan oktatónak, aki zökkenőmentesen egyik percről a másikra átállt erre a fajta munkafolyamatra és gondolkodásra, és természetesen az egyetem valamennyi olyan munkatársának, aki ezt a folyamatot lehetővé tette. És hát engedjék meg, hogy végezetül pedig hadd köszönjem meg a hallgatóknak, hogy mindezt a fajta változást türelemmel, figyelemmel kísérték, és a hallgató önkormányzatnak pedig azt a fajta munkát, amivel az első perctől kezdve támogatták ezeknek a döntéseknek a hatékony végrehajtását.